Szeretném önöknek bemutatni egy diákunkat, Deák Rozitát, 7. C-osztályos tanulónkat, akivel ezt a beszélgetést már régóta tervezem, és hát most sikerült összehozni. Miért is akarok én Rozitával beszélni? Egy érdekes kislánynak tartom, aki nagyon tehetséges rajzos, és már régóta figyelem, ahogy ez a rajzos tevékenység kifejlődik, és nem csak itt az iskolában, hanem a Facebook oldalon is számos rajzával találkoztam. A másik, ami nagyon érdekes, az pedig az életnek másik jelentős vonala, érdeklődési köre, a színjátszás. Most először beszélgessünk a rajzról. Rozita, kérlek beszélj arról, hogy miért kezdtél el igen korán te már rajzolni? Azt pontosan nem is tudom, hogy miért kezdtem el korán rajzolni. Azt tudom, hogy jó érzés volt rajzolni, mert úgy kavarodtak a fejemben a gondolatok, és lerajzoltam azt, amit tudtam. Az első rajz, ami nagyon jól sikerült, 3 éves voltam, és egy apukámat rajzoltam le. Az volt életem első legemberesebb rajza. Aztán óvodában is nagyon sokat rajzoltam, és ott is elismerték tehetségemet. És miután ebbe laktam a óvodából, akkor tájt rajzoltam ezt a rajzot, anyukám és én. Hát még elég furcsán néztek ki, de már akkor is úgymond volt egy kis tehetségem rajzolásban. Ezt aztán elismerések követték, mikor elkezdtél iskolába járni, ugye? Igen. Mutassuk meg ezeket az elismeréseken. Első oklevelem az a gödöllői mezőgazdasági gépesítési intézet gépes lap a szántóföldről rajzpályázatára kaptam. Igen, 3. helyezett lettem egy zöld traktorral. Uh-huh. Itt te iskolával vagy magánúton jelentkeztél? Nem is emlékszem már rá. Iskolában. Júlia néni segített nekem. Szalóczi néni, Gintli Júlia. Akinek nagyon sokat köszönhetek, igen, mert én mentorom volt. Igen. Nagyon sokat segített, és miatta nyertem egy csomó rajzpályázatot. Igen. Menjünk tovább, mutasd a rajzokat, amiket mellette készítettél, és amelyek megmutatták az erődet. Ez is egy rajzpályázat volt. Igen. Ez a zirci állat rajzpályázat. Itt 5. voltam, és első helyezetet nyertem. Igen. Aztán volt még a 5. a nyulak éve, amit Márti néni készített, és azért nyertem első helyezetet, mert jó mesét írtam, és tökéletesen megillusztráltam. Ez a te illusztrációd rajta? Ez az én illusztrációm. Uh-huh. Otthon be van keretezve. Igen. Jó, menjünk tovább. Aztán a sok rajzpályázat mellett volt egy füzetem. Ez az otthoni? Otthoni. Ez az otthoni. Otthoni rajzolás. Ebbe rajzolgattam mindenfélét, amit csak gondoltam. Bármi. Az első, amit ebbe rajzoltam, az ez a rajz volt. És elkezdtem egy csigát rajzolni, csak anyukám kiszínezte. Uh-huh. Látszik, hogy anyukám csinálta. Igen. Én megpróbáltam leutánozni itt, nem uh-huh. sikerült, és így jöttek a számos ötletek. Ebből a füzetből melyik a legkedvesebb rajzod, mondjuk? Ez. Nekem? Ezt nagyon szerettem. Milyen inspirációra készült, vagy hogy? Nagyon sok videót néztem, mert én videókból tanultam. Én nekem más tanárom nem is volt, Júlia néni, és magam kívül. Jó, persze néha jártam táborokba, de igazából ennyi, és nagyon sok videót néztem. És egyszer láttam egy videóban, hogy milyen technikákkal dolgoznak, és én is ki akartam próbálni uh-huh. ezt a ombrés hajat. Uh-huh. És igen. Jó. És nagyon megtetszett. A másik, ami még nagyon tetszik, az ez a sellő. Ez csak úgy eszembe jutott, és lerajzoltam. Ez már a fantáziádból jött. Igen. Tehát nem mintát másoltál, és nem ilyen, hanem... Nem, és itt van a uh-huh. dátum is. Uh-huh. És még
ezeket nagyon szeretem, ezt a hármat. Uh-huh. Ezek. Nos, ez egy nagyon hosszú füzet, mert tele van rajzokkal. Ez mostanában készült, ez 2020-as, uh-huh. és ez karácsonykor rajzolt, amikor megkaptam első filcemet, uh-huh. Koi filc, azt hiszem. Ez az egyik babámról készült. Nekik az a történetük, hogy néztem egy videót megint, uh-huh. viszont ott láttam, hogy állatokat alakították át emberré, és én is meg akartam próbálni. És a rókát és a szarvast próbáltam meg, és ide kellett írnom az öcsém nevét is, mert ő azt mondta, hogy ő akarta ezt az egészet, szóval oda kellett írnom. Ők itt készülőben voltak, de nem lett belőlük semmi, úgy nem éreztem. Igen. Neki az a történet, hogy anyukámnak egy pólója, ami majdnem ugyanígy néz ki, viszont elrontottam, mert itt elkezdtem így karcolászni, vagy így rajzolni a lapot, és olyan volt, mintha egy olvadó fahíjas pánk lett volna. Szóval nem is pánk, csiga. Így átalakítottam ilyen ennivalóssá. Ezek itt már látszik, hogy 2021-es. Itt kezdtem el használni első aláírásomat. Aha. Ilyenkor a kertben ültem, és eszembe uh-huh. jutottak a dolgok, például a cseresznye vagy megy, és uh-huh. a virágok. Ez az egyik kedvencem köztük, mert anyukámnak is van ilyen virágja. Ezt új évkor csináltam, anyukám ezt imádja, és sokat olvastam a legendás állatokat, és nagyon tetszett a főnix maga, és ide leírtam, hogy néhány tudnivalót róla. Ez egyik kedvenc oldalam a gombás oldal. Mivel én nagy gombafalom vagyok, ezért nagyon sok gombát szoktam rajzolni, meg békákat. És a nagy álmom, hogy ilyen házban éljek egyszer. Értem. Ezért rajzoltam. Ez is egy újfajta technikával, hogy műanyag zacskóra rárajzoltak filccel, rányomnak vizet, és ráteszik a papírra. És utána meg belerajzolnak. És ez nagyon megtetszett. Igen, ezek így nagyon sok munka, szóval, hogy nyári táborok, legjobb barátnőmről is van oldal, könyvek, képek, képzelet, mesékhez, ez ilyen, nem is tudom, meg kivágtam matek füzeteimből a darabokat. Jól emlékszem, te a saját matek füzetborítódat tervezted, mégis azt használod? Igen. Jól emlékszem? Múlt évben. Uh-huh. Igen, az tudom. Volt. Láttam. A színház számomra egy nagyon fontos hely. Én ott tudok kikapcsolódni, és való életben nem vagyok maximalista, de a színpadon nagyon maximalista vagyok. Teljesen ki tudok borulni. A színház úgy jött életembe, hogy elmentünk anyukámmal megnézni a Muzsika hangjait, és megimádtam. És akkor mondták, hogy tehetséges vagyok, amikor nyertem a könyvtáros versenyen nyaralást, vagy nem nyaralást, én kirándulásszerűséget, és azt hiszem a Bálint Ágnes emlékházba mentünk, és a Sárkányos könyvtárnak a igazgatója mondta, hogy nagyon tehetséges vagyok, és hogy ezzel foglalkozni kell. És beiratkoztam egy színjátszóba. Ott valamit énekeltél, vagy mondtál valamit, vagy honnan látta? Onnan, hogy el kellett mondani egy szöveget. Uh-huh. És mondták, hogy ja, meg az iskolában is voltak ilyen előadások, mert a negyedik C-sek ugye mindig adtak elő, uh-huh. és mindig én kaptam a főszerepet, szóval, hogy a fiú halány, én kaptam a főszerepet. Igen. Meg lehet kérdezni Zsófi nénit. Igen. Már akkor is mondtam, igen, hogy tehetséges vagyok. Igen, és ezekre a biztatásokra aztán? Beiratkoztam egy színjátszóba. Mi a színjátszó? Színpad? Tália tanoda. Tália tanoda. Egy évig jártam oda, mert nem volt jó, és most már 2,5 éve a Bohém színjátszóba járok. Uh-huh. Most lesz előadásunk december 11-én. Értem. Hát, Rozita.
Nagyon-nagyon örülök, hogy ide a kamerám elé tudtalak csalni, mert azért régóta kerülgetjük egymást ez ügyben. Nagyon szépen köszönöm, hogy leültél hozzám, és hát gratulálok a rajzaidhoz, továbbra is figyelni fogjuk, mit csinálsz, és drukkolunk azért, hogy megtaláld az utadat. Nagyon szépen köszönöm, hogy leültél.